A lehűlés és nyilkos idő megérkeztével egyre gyakoribbak a vírusos megbetegedések is. Duzzadnak az orvosi rendelők várótermei és a gyógyszertárakban is egyre nő a forgalom. Mint minden télen, idén is fenyegeti a lakosságot az influenza szezon, bár egyelőre még nem beszélhetünk csak influenza-szerű megbetegedésekről, melyek kicsivel enyhébb tünetekkel jelentkeznek az embereknél. A láz mértéke még nem olyan veszélyes, illetve a hurutos köhögések sem abban a mértékben vannak jelen, mint egy teljes erősségében jelenlévő betegségnél. Annál, minthogy a már meglévő problémát próbáljuk kezelni, sokkal jobb megoldást jelent az, ha előre felkészülünk a hűvösebb időszakra. A legjobb megelőzés az nyilván a védőoltás, mert az körülbelül olyan 70%-ba meg tudja előzni a megbetegedést. Ezen kívül természetesen, ha ilyen járványos helyzet van, akkor a tömegeket kerüljük, akkor vitaminokat szedjünk, C-vitamint lehet szedni, akkor gyümölcsöket fogyasszunk, citromot, narancsot, stb. Erősítsük, amivel tudjuk az immunrendszerünket, mozogjunk. A legtöbbet és legegyszerűbben egyébként a helyes táplálkozással és a folyamatos hidratáltsággal tudjuk tenni azért, hogy megőrizzük szervezetünk épségét. Az elraktározott vitaminok és ásványi anyagok döntő mértékben számítanak az immunrendszerünk helyes működésében. Sokan próbálnak különféle táplálék kiegészítőkkel elérni olyan vitamin szükségletet, ami megóvja őket ilyenkor, viszont ez önmagában nagyon kevés, ugyanis ezek a készítmények más felszívódással működnek, és a szervezetünk máshogyan raktároz el például egy vitamin készítményt, mint egy lédús gyümölcsöt, ami tele van vitaminnal. Én azért azt mondanám, hogy ajánlanám a védőoltást, mert nagyon kemény betegséget lehet vele megelőzni, és pont most az egyik kollégám jött hozzám, és mondta, hogy tavaly elkapta a vírust, és egy hétig rettenetesen szenvedett a magas láztól és egyebektől. Tehát én azt gondolom, hogy aki teheti, az oltassa be magát. Na most kiknek ajánlható mindenképpen? Tehát az időseknek, a terheseknek, a krónikus betegeknek, az egészségügyi dolgozóknak mindenképpen. Gyerekeknek ajánlja például? Gyerekeknek is ajánlható. Testünk megóvására persze nem csak ezek a módszerek javasoltak. A rendszeres testmozgás is segíthet abban, hogy immunrendszerünk jobban ellenálljon a betegségeknek, illetve ahhoz is kulcsfontosságú, hogy a téli időszakban ne szedjen magára senki kéretlen plusz kilókat. Bár a hűvösebb hónapokban lecsökken a kinti sporttevékenységek lehetősége, a konditermek és fitnesscentrumok egész évben várják a vendégeket. Ha pedig valaki nem szeretne ilyen plusz kiadásokkal számolni, a folyamatos otthoni torna is rengeteget tud segíteni az egészséges életmód fenntartásában.